Szabadka külterületén a Maghetes erdőben két nagyobb illegális migránstábor van, az egyiket marokkói, a másikat afgán bevándorlók uralják, és mindkettőt jól őrzik, mesélte stábunknak az erdő alatt lakó Sebők Ferenc. Időnként változtatják a táborhelyüket, a melegedésre és főzésre használt tüzet pedig hátrahagyják, így a helyiek nem csak a migránsok jelenlététől, hanem egy esetleges komolyabb erdőtűztől is tartanak. Elég komoly fa mennyiséget elhasználnak, elég vastag fával tüzelnek, és ez nagyon veszélyes. Közel vannak a fenyvesek, száraz a zavar, kevés csapadék volt, az nagyon könnyen komolyabb tűzesethez vagy vonadalomhoz kerülhet. A táborhelyek felé vezető erdei út mentén mindenütt eldobált szemét. Az egyik valószínűleg frissen elhagyott őrhely mellett pedig valóban ott a parázs, ami egy feltámadó szél esetén akár lángra is lobbanthatja az erdőt. Egy Németországba tartó marokkói migránscsoport a szabadkai befogadóközpont felé gyalogolt. Azt mondták, idáig könnyen eljutottak, de itt ragadtak, mert nincs útlevelük. Azonban bármi áron el akarnak jutni Nyugat-Európába. Azt kérdeztük tőlük, hol alszanak. Sometimes camp, sometimes jungle, but I am going to Hungary, I sleep in jungle. A fiatal marokkói férfiak mindegyike azt mondta, családjuk otthon maradt. A szabadkai befogadóközpont illetékesei kamerán kívül elmondták, hogy a kapacitásokat nemrégiben bővítették, egy új épületszárnyat húztak föl itt a befogadóközpontban, és most teltházasan üzemel, azaz nagyjából több mint 100-an vannak odabenn. Azt is megerősítették, hogy a migránsok általában két határátlépési kísérlet közben jönnek el ide a befogadóközpontba megpihenni, megmelegedni, meleg szobában aludni, elfogyasztani a napi háromszori étkezést, megfürödni, tisztálkodni, majd ezt követően ismét összecsomagolnak, útra kelnek, és az erdő irányába megpróbálnak a magyar határkerítés közelébe férkőzni.